nagyon sok szeretettel köszöntöm Önöket, és akkor így az elején elmondanék néhány technikai információt, meg azért magamat is bemutatnám, bár szerintem a legtöbbjükkel ismerjük egymást. Engem Szabó Ágnesnek hívnak, és ami a városi szerepvállalásomat illeti, a helyi összevont szociális intézménynek vagyok az igazgatója. És ugye ezt a Gondolatok 50 év feletti programot, ezt mi 2016-ban kezdtük el, és sajnos az 5. születésnapunkat elvitte a Covid, de most sikeresen újra indítjuk, 3 év után. És köszönhető ez annak, hogy a mi polgármesterünk, Bálint Istváné Andi, kifejezetten a szívén viseli a közösségi programokat. És most bizonyára látták, hogy ő is jelen van, és megtisztel bennünket. Köszöntjük őt egy tapssal! És akkor még egy picit a technikai dolgokra, tehát ahogy korábban tapasztalták, most is így van ez, hogy novemberben kezdjük az évadot. És akkor decemberben nem fogunk találkozni, aztán majd januárban, februárban, márciusban, áprilisban, és akkor májusban elmegyünk együtt egy közös kirándulásra, aminek az a beugrója, hogy önök az 5 alkalomból legalább 4-szer jelen legyenek. És az a körbefutó jelenléti hív is, ami valahol itt a sorak közt van, az azért van, és azok az információk azért kellenek rá, hogy ha állítom össze majd az ülésrendet, vagy az utaslistát a buszra, akkor már tudjam azt, hogy vagy be tudjam önöket azonosítani, mert lehet, hogy van névazonosság, de akkor az utca, vagy a lakhelyükkel, illetve a telefonszámmal, amit egyébként is előtte majd vagy azon fogunk egyeztetni, akkor azon fogom tudni önöket elérni. És akkor ebben az évadban az egészségre fogjuk felfűzni ezt a programot. Ugye ma a hosszú élet titkával fogunk foglalkozni. Legközelebb januárban Nemzetek Eledele lesz terítéken, és az tényleg egy kóstolóval egybekötött találkozónk lesz. És az egy picit kapcsolódni fog ahhoz, ami ma itt elhangzik, de többet nem árulok el. Februárban ki fogjuk próbálni azt, vagy kipróbálhatjuk azt egy kicsit, hogy a masszírozásnak milyen pozitív hatásai vannak a szervezetre, mármint az egyén szervezetére, a saját testünkre. Márciusban lesz a vitaminokról és a táplálékkiegészítőkről egy találkozónk, vagy ez lesz a témája. És aztán áprilisban szervezünk megint egy konferenciát, ami szintén része lesz ennek az akciónak, és ugye ott is regisztrálni kell, meg előzetesen aláírni, úgyhogy az nem lesz probléma, tehát fogom látni a résztvevőket. Az viszont most jövőre a depresszióval kapcsolatos lesz. Vagy depresszióval lesz kapcsolatos, és azt gondolom egyébként, hogy ott is el fog hangzani olyan információ, ami biztosan érdekelni fogja önöket, vagy amire majd felkapják a fejüket, hogy ó, tényleg ezt nem is gondoltam, hogy ez így van. No, és akkor igen, a kirándulás, tehát a májusban szervezzük a kirándulást, Vátszártótra megyünk, a botanikus kertbe, ez maradt el akkor, amikor a Covid azt gondolta, hogy itt most mindent felrobbant. És az a jó Vátszártótban, vagy ebben a botanikus kertben, hogyha önök voltak már esetleg, akkor sincs semmi veszve, mert ez a botanikus kert gyakorlatilag hát minden évszakban más arcát mutatja, de megkockáztatom, minden hónapban. Úgyhogy biztos jó élmény lesz, akár esik, akár fúj. Ugye voltunk már esőben kirándulni, egy jó esőkabát, vagy egy réteges öltözék, és aztán nem lesz semmi probléma. No, és akkor a mai előadásunk, a hosszú élet titka. Amikor én ezt így kimondtam, hogy ez lesz a cím, sokan ilyen kis szójátékkal reagáltak vissza, hogy a hosszú élet ritka. Hát ugye látjuk azt, hogy ez nem is igaz napjainkban. Ha felidézzük azt, hogy milyen demográfiai adatok vannak, hogy néz ki a korfánk, akkor látjuk, hogy ez nem ritka jelenség. Bár az is egy tendencia, hogy
az átlag életkor fokozatosan elkezdett, vagy hát elkezd csökkenni, mert valahogy már talán nem vagyunk olyan fegyelmezettek, meg olyan következetesek, mint az a generáció, akik most a korfa tetején vannak. És egyébként meg én úgy asszociáltam, ugye volt, amikor azt mondtam véletlenül, hogy az örök élet titka, és aztán rájöttem, hogy igazából ez sem véletlen, mert nem tudom, hogy önök voltak-e úgy, mint én gyermekkoromban, mikor néztem olyan mesét, amiben szerepelt az életelixír, vagy valamilyen különleges tárgy, amivel halhatatlanná lehetett magunkat tenni, akkor én is eljátszottam a gondolattal, hogy milyen jó lenne megállítani az időt. Csak ugye most már ezzel a tapasztalattal a hátam mögött, akkor fel kell tenni a kérdést, hogy igen, megállítani az időt, de mikor? Gyerekként? Fiatal felnőttként? Vagy időskorban? Oké, én megállítom az időt, de mi lesz önökkel? Mi lesz a többiekkel? Mi lesz a szeretteinkkel, a barátainkkal? Vagy ők is ezt így meg tudják tenni? Hát ezek ugye olyan kérdések, amikre nem tudunk választani. Illetve még ennek kapcsán azért az is eszembe jutott, hogy jó, megállítjuk az időt, kiválasztjuk az életkort. És mit kezdünk a végtelen időnkben? Mi az a cselekvés, mi az az elfoglaltság, amit el tudunk képzelni, hogy ezt örökre tudjuk művelni? Hát nem tudom, hogy önöknek van-e ilyen, hát én így hirtelen nem tudnék mondani. De ugye kanyarodjunk csak vissza a hosszú élethez. Amint látják, én most nem PPT-vel készültem, mert az az általános tapasztalat, hogyha van egy kivetítő, akkor a kedves jelenlévők azt nézik, és az annyira nem jó az előadónak, hogy elvonja a figyelmet. Igaz, hogy hasonlókat olvasnak, mint ami elhangzik. Mondjuk most így öngolt lőttem azzal, hogy nincs egy hivatalos puskám, amit tudok nézni, úgyhogy kénytelen voltam egy kis sorvezetőt azért mégiscsak kreálni magamnak, mert nem szeretném azt, hogyha ez ilyen teljesen partalan dolog lenne, és behoznék itt mindenféle információt, aztán sose érünk a végére. De hát akkor nézzék el nekem, hogy időnként azért belenézek ebbe a kis papírkámba, de ez mind az önök érdekében történik. És akkor a hosszú élet, ugye az mindegyiknek vágyott dolog, hogy ez a hosszú élet, ez jó minőségben történjen. Fizikailag, szellemileg egyaránt. Én most azért szeretnék egy kis felmérést végezni, és nem fogom önöket kellemetlen helyzetbe hozni, hogy akkor most itt szólásra kell emelkedni. Csak azt kérdezném meg, hogy önök hogy tervezik. Én mondok életkorokat így ötös ugrással, és akkor csak azt kérném, hogy lendítsék fel a kezüket akkor, amikor elérünk ahhoz, amit önök szeretnének elérni. Egyébként lehet olyan életkor is, amin önök közül már van, aki túljutott, hát ugye mi kis zöldfülűek még előtte vagyunk esetleg, és akkor hát értelemszerűen majd akkor csatlakozzanak be, amikor eljutunk ahhoz az életkorhoz, amit önök kijelöltek maguknak. 70. 75. 80. 85. 90. 95. 100. 105. 110. Mindenkinek lendült a keze? Vagy még van, aki a 120-nál fog becsatlakozni? Vagy bekapcsolódni? És akkor azt hadd kérdezzem még meg ezzel összefüggésben, hogy mit tesznek azért, hogy ezt a vágyott életkort elérjék? Na most itt lehet bekiabálni. Mire figyelnek oda? Elhatározás. Elhatározás. Egészség. És az egészséget hogy? Mozgás, táplálkozás, életmód, vitaminok, megelőzés. Kihangosítom, mert nem biztos, hogy a hátsó sorokban hallják. Van még esetleg valami, ami nem hangzott el, ami önök titkos receptként működtetnek? Nyugalom. Anyagi biztonság.
stresszmentes élet, jókedv, szerelem, közösségbejárás, szerelem, szerelem. Jó, hát itt tulajdonképpen elhangzott minden én, akkor mehetek is. Jó, jó, nagyon, nagyon jókat mondanak. Akkor egyébként csináljunk most egy elem próbát. Mik azok önök szerint, azok a tényezők, amik nem teszik lehetővé azt, hogy a vágyott sport elérjük? Függőség. Betegség. Pénztelenség. Magány. Önpusztítás? Van még valami? Depresszió. Depresszió, mozgáshiány. Jó. Kapcsolatok hiánya. Igen, tehát gyakorlatilag amit mondtunk, vagy amit itt felsoroltatok, hogyha ezeket megfordítjuk, ellenkező előjellel használjuk, akkor ugye mind lehetnek ezek a hátráltató tényezők. Most az biztos, hogy a halált nem fogjuk tudni elkerülni, de azt megtanulhatjuk, hogy hogyan éljünk. És nem tudom, hogy emlékeznek-e arra, nem baj, ha nem, picit rosszul esik azért, hogy én már az egyik évadban tartottam egy előadást a nevetés és hatásairól, és akkor én mondtam önöknek egy kínai közmondást. Valaki esetleg fel tudja idézni, hogy mi van? Jó, akkor én elmondom. Az a kínai mondás, hogy egyél fele annyit, mozog kétszer annyit, és neves háromszor annyit. Na most majd figyelj, vagy raktározzák el most ezt az információt a fejükben, és alkalmasint, amikor a hátralévő részben valami olyat említek, akkor majd azért érdemes ezt összekapcsolni. És akkor tulajdonképpen ez a titok, ami a címben is szerepel, ez valójában egyáltalán nem titok, mert van, ahol ezt sikerül megvalósítani, és ugye talán már tőlem is hallották, vagy azt a kifejezést, meg talán napjaimban elég sűrűn elő is jön a kék zóna. Nem tudom, hogy találkoztak-e már ezzel, talán igen. Én 5 évvel ezelőtt hallottam először róla, amikor a mentálhigiénés tanulmányaimmal foglalkoztam, és akkor engem nagyon megérintett, hiszen azok az emberek, akik ezekben a kék zónákban élnek, ők tudnak valami olyat, ami egyáltalán nem bonyolult, teljesen jól kivitelezhető, nekünk nem kell felfedezni semmi újdonságot, csak megnézni, hogy ők mit tesznek. És tehát így, hogy nagyon elkezdett érdekelni a kék zónáknak a működése, a mai alkalomra is hoztam el, vagyis hát nem úgy hoztam a könyvet, hogy nem tudom mutatni, hogy ebből készültem. Dan Buettnernek a könyve, a Hosszú élet titka, kék zónák, ahol az emberek a legtovább élnek. És akkor látják, én becsületesen felkészültem, nem tudom, hogy ebből mi jön át, de én most már úgy olvasok minden könyvet, főleg a szakkönyveket, hogy egy ceruzával a kezemben, és azokat a gondolatokat, amiket úgy gondolok, hogy ezt meg kell tartanom, azt aláhúzom a könyvben. De ha előadásra is készülök, akkor kénytelen vagyok megjelölni, mert utána már nem fogom tudni, hogy hol van az aláhúzás, akkor ez egy ilyen kis sorvezető, és az meg már csak habatortán, hogy majdnem Bicske színeivel sikerült ezt megjelölni. Picit az a sárga egy picit zöld, de a kék az kék, úgyhogy ez egy ilyen jelölés lett, ezt már csak később vettem észre. Szóval ez az 5 helyszín a világban, ez nagyon jól körülhatárolható, és egyébként ez a kék zóna elnevezés, ez egyáltalán nem olyan misztikus, mint ahogy elsőre hallatszik, ugyanis egy tudós ember, aki Szardénián figyelt fel arra, hogy vannak olyan települések Szardénia egy bizonyos részén, ahol sok 100 év fölötti ember van, vagy 100 éves, vagy a fölötti. És akkor ő a térképen ezt egy kék öttyel jelölte. Csak aztán annyi kék pötty lett egy bizonyos helyszínen, hogy ez tulajdonképpen egy masszává, vagy egy masszát formált, és aztán innét lett a kék zóna. Egyébként ugye ez földrajzilag nem, tehát ezt nem fogják megtalálni így a térképen, ezt csak akkor tudják, hogyha hallanak róla, meg mindjárt megbeszéljük, hogy is vannak ezek a helyszínek. Ugye, és az az érdekes,
hogy ezeknek a helyszíneknek a többsége, ennek az ötnek egy sziget, tehát egy teljesen elszigetelt terület. A Japánban, Okinaván van ez a kék zóna. Hogyha maguk elé képzelik Japánt, akkor ezt a Okinawa szigetet, ezt a legdélebbi részére helyezzék be. Ugye Olaszországban Szardínián, ahogy már itt az előbb említettem, Görögországban Ikaria, ez a török határ mentén van, és Amerikában van két hely, az egyik az Kaliforniában, egy városban, Loma Lindán, ez egy vallási közösség, ez egy adventista közösség, és az öt terület közül ez az egy, ahol kifejezetten vallási csoport van. A többi helyen is lehetnek vallásosak, de ez az egy amit úgy említünk, hogy ez egy vallási közösség. És akkor van még egy helyszín, Közép-Amerikában, Costa Rican, ez Nicoya félsziget. És az a jó, hogy itt a kék zónában több évszázad tapasztalatait sikerült összegyűjteni, ami meg tudja világítani a táplálkozást, az egymással való érintkezést, ugye a kommunikációt, a stressz elkerülését, az öngyógyítást és a saját világuknak a szemléletét. És az is nagyon megtisztelő, hogy ezt generációk óta követik. Tehát az újabb generáció elfogadja ezeket a tapasztalatokat, meg ezeket a megfigyeléseket. Azt is tudjuk, hogy az öregedés az csak gázpedállal rendelkezik, és vannak olyan személyek, akik ezt túl erősen nyomják, és higgyék el, ez lehet, hogy többször kell majd elmondani, nem is a mai nap folyamán, hanem akár saját maguknak is, hogy mi magunk sokkal nagyobb hatással lehetünk az élettartamunkra, meg az egész életünkre, mint ahogy azt gondolnánk. És én most mind az öt kék zónáról fogok beszélni, kiemelve a leglényegesebb dolgot, kiemelve azokat a dolgokat, amit akár mi magunk is megvalósíthatunk. Akkor kezdjük Japánnal. A Japánban az étkezés, tehát itt a kék zónában, az ételeknek az elkészítése gyakorlatilag az önmagában egy rituálé. Ők a zöldség alapú étrendet preferálják, és az éghajlatuk támogatja a lila batátának a jelenlétét. Az ugye egy igénytelen növény, ez az édes burgonya, de annak ugye többféle színe van, és ez a lila, ez ami Japánban ott megterem. És ők ebből nagyon sokat esznek. Egyébként ennek nagyon jó élettani hatása van, de gyakorlatilag mondhatjuk azt, hogy a növények, a zöldségek, ha nem is tudjuk róluk, de nagyon huncutak, mert általában van bennük valami olyan anyag, ami valamelyik szervünkre, vagy úgy az egész működésünkre jó hatással van. És egyébként Japánban erre nagyon tudatosan figyelnek, és ők általában meg is fejtik azt, hogy melyik zöldség mit támogat, és akkor azt úgy alakítják az étrendüket, hogy akkor abból kerüljön be. Így jut be például a hajdina, mert ők azt is eszik. Ők egyébként eszik a szóját is nagy mennyiségben, és azért a szójával annyi probléma lehet, hogy azt nem tudjuk, hogy milyen sok növényvédő szer van benne, tehát feltételezzük, hogy Japánban nincs benne növényvédő szer, és aztán az nem hat károsan. És akkor ők tápanyagban igen gazdag, de kalóriában nagyon szegény ételeket esznek. Nagyon fegyelmezettek, mert ha ők úgy érzik, hogy eljutottak az étkezés során egy olyan állapotban, 80%-ig már jól laktak, akkor ők abba hagyják. Közöttük nagyon kevés az elhízás és a túlsúly, ők tartják időskorukban is a normál testalkatot. Rengeteget mozognak, és Japánban talán a tiszteletadás mellett azért is történik az, hogyha belépnek a saját lakásukba, vagy valaki másnak az otthonába, ők leveszik a cipőjüket. Egyrészt, tehát mondom, megtisztelik a másikat, és nem akarják bevinni az utcának a piszkát, mocskát, hanem akkor lábbeli nélkül lépnek be. Igen ám, de hogyha
esetleg láttak olyan filmeket, ami Japánban játszódik, akkor fel tudják idézni, hogy ők azért meglehetősen minimalista módon rendezik be az otthonaikat. Egy kis asztalkájuk van, de ők gyakorlatilag a földre ülnek le, és az étkezések is ott zajlanak. Most képzeljék azt el, hogyha nekünk mindig a földre kellene ülni, nem is azt, hogy nem bírjuk, hanem azt, hogy milyen hihetetlen sok mozgással járna ez. Náluk a lábukat, az alsó testüket nagyon jól edzésben tartják ezzel, és nem is, tehát kialakul az, hogy stabilan maradnak, kevés az elesés, és ugye tudjuk az eleséseknek mi a vége, a legrosszabb esetben egy szomnyaktörés egy műtéttel, és aztán ott még az generálhat egyéb problémákat is, egy tüdőgyulladás, ami aztán végzetes lehet. Mindenkire jellemző az, hogy kertet művel. És a kertművelés is mivel jár? Mozgással. Tehát nem csak az, hogy természetes környezetben vannak, hanem azokhoz a növényekhez le kell hajolni, le kell guggolni, a magokat ki kell válogatni, meg kell öntözni, sétálni kell, és ez folyamatos mozgás. Tehát már a második alkalom, ahol ugye rajta kapjuk őket azon, hogy ők nem ülnek le és nem tunyulnak. Nagyon sok gyógynövényt nevelnek, és ezeket ugye felhasználják az étkezésükben. És az a földrajzi adottságnak köszönhető, azért náluk nagyon sokat süt a nap, és ők élvezik ezt a napsütést. Ők nem félnek a napsütéstől, hanem napfürdőket vesznek. Ami a társas érintkezésüket illeti, itt ugye valaki mondta, hogy a társas kapcsolatok, ők ezt tudatosan művelik. Önsegítő csoportot tartanak fenn. És ezt az önsegítő csoportot nem csak arra használják, hogy egymás stabil támaszai legyenek, és így egy stresszforrást ki tudjanak iktatni, hanem arra is használják, hogy összegyűlnek, tehát az idejüket egymásnak adják, egymással vannak, képzeljék el, énekelnek együtt, táncolnak együtt, beszélgetnek. Csak annyi, hogy jól érzik magukat. Mint ahogy önök is, akik a nyugdíjas klubnak a tagjai, szerintem ez gyakorta művelik. Nem tudom, hogy meg tudnak ebben erősíteni, valaki bólincs van rá. És ha azt nézzük, hogy mennyire jó a társas kapcsolat, akkor azt is tudjuk, hogy ennek az ellenkezője is mennyire igaz, hogyha azok a személyek, akik magányosan élnek, egyedül, magányosan, ők hát akár 15 évvel is képesek megrövidíteni az életüket, vagy ez a helyzet megrövidíti az életet, elvesz ebből. Egy picit most ugorjunk át Japánból Angliába. 2018-ban volt ott egy olyan kezdeményezés, képzeljék el, a postásokat elkezdték érzékenyíteni, és gyakorlatilag arra a feladatra készítették föl, hogy a saját körzetükben élő időseket akkor is látogassák meg, amikor nem visznek neki küldeményt. Csak menjenek be, beszélgessenek vele egy kicsit. És megfigyelték, hogy tehát az egészségre gyakorolt hatás óriási. Tehát ez nagyon rövid idő alatt láthatóvá válik. Szeretnék elmondani egy bicskei példát is, hogy a mi intézményünk koordinálja a szociális étkeztetést. És hát az a tapasztalat, képzeljék el, hogy itt Bicskén is élnek olyan idősek, akiknek az egy program, hogy Béla kiviszi az étordóban az ebédet. És őt várják. És akkor már a magányosságnak, vagy magányosság ellen egy picit tettünk, hogy van egy személy, aki megérkezik hozzá. Akkor most kanyarodjunk vissza újra Japánba, ide a szigetre. De nekik nagyon határozott életcéljuk és küldetésük, és küldetéstudatuk is van így. Egyébként ők fejet hajtanak a természet ereje előtt, és elfogadják embertársuknak a viselkedését. Ők nem akarják megjavítani. Ők maguk kialakítanak egy olyan gondolatot ehhez, vagy tehát úgy átkeretezik a látottakat, hogy ők nem akarnak beavatkozni. Ők a saját jó komfortérzetüket akarják őrizni. És akkor elfogadják. A spirituális egészségüket úgy őrzik, ez egy picit így morbidnak fog tűnni, de náluk ez egy teljesen természetes bevett dolog, hogy egyébként ők úgy temetkeznek, nincs egy kijelölt temető, hanem
hanem a település vagy a sziget különböző részein vannak sír emlékek. És oda temetik a hozzátartozókat, és ezekhez a sír helyekhez ők családosan ki, vagy elzarándokolnak gyakran, oda visznek ennivalót, ők ott leülnek, beszélgetnek, esznek, és ezzel egyébként a halál jelenlétét is teljesen természetesen kezelik, mert ilyen sírhely lehet akár egy óvoda mellett is, és akkor nem kell a gyerekeket, hogy hú, hát azt ne lásd. Hát, de ez egy természetes folyamat. Hát attól, hogy nem mutatjuk meg, attól ez van. És akkor ezt úgy fogják kezelni, hogy igen, van egy kezdet, és akkor lesz egy vég. És ők ezekhez az elhunytakhoz imádkoznak is. És ezek a szakrális rituálék, hogy az elhunyt hozzátartozóknak kérik a segítségét, meg megköszönik, amit ők továbbadtak. Úgyhogy ez egy érdekes dolog. Náluk nincsen nyugdíjas státusz. Ők az életük végéig dolgoznak, és lekötik magukat, a gondolataikat, és ugye folyton mozgásban vannak. És pontosan tudják azt, hogy mi az életnek az értelme. És ami még itt valamelyikük szájából elhangzott, ők derűvel élnek. És ahogy mondtam ezeket a közösségeket, ők összejönnek és nevetnek együtt, meg énekelnek. A családnak nagyon nagy szerepe van, egyébként valamennyi kék zónában ezt ki kell hangosítani, és itt is, és így biztosított a folyamatos generációs kapcsolat. És ők a nagymama, dédmama együtt játszik az unokával, és ők jól érzik magukat. És azért is képesek összejönni, hogy akkor játszanak egyet. El tudjuk mi ezt képzelni? Akkor szerencsés esetben mi magunk is, vagy hát akkor van itt a sorok közt olyan, aki ezt műveli. Ez nagyon jó. A játék, hogyha meg tudjuk őrizni a játékosságunkat, akkor az egy igazán komoly kincs. És az idősekkel mindig éreztetik azt, hogy fontos, és hogy szükség van rá. Egyébként egy japán hölgy úgy foglalta össze a titkot, hogy zöldségeket kell lenni, vidáman szemlélni a világot, a többiekkel kedvesen viselkedni, és mosolyogni. És akkor ugorjunk át Szardéniára. Egyébként Szardénia van a legközelebb, és azt nem azért, tehát nem dicsekvésképpen mondom, hanem azért, mert ezek tények, hogy az idén sikerült ezen a szardéniai kék zónán nekem is élményeket szerezni. Az túlzás lenne, azt mondanom, hogy én bejártam ott a családokat, és akkor elbeszélgettem az ott élőkkel, mert egyébként hát olaszul sem tudok, de a szárnyelvet meg aztán végképp nem beszélem, és ők viszont a szárnyelvet beszélik. De ha hiszik, ha nem, ott valami van, amitől nagyon kellemesen, tehát egy olyan kellemes hatás, amit még ha most felidézek, akkor is tehát jól érzem magam tőle. Nem történik nagy dolog, de nyilván a tudat, hogy itt idős emberek élnek, 100 év fölöttiek élnek, ez valahogy hat. Nem tudom elmagyarázni, hogy miért. Én kívánom önöknek azt, hogy jussanak el oda, és aztán saját bőrükön, szemükkel, érzékszerveikkel fogják fel önök is, és aztán hozzák el a lelkükben ezt a jó érzést. És azt én is láttam, hogy ugye Szardéniát körbe tenger veszi körül, és nagyon sok a hegyvidék, a hegyes rész. És ez a kék zóna is egy ilyen területen van. Tehát azok a települések, amik beletartoznak ebbe a kék zónába, ezek bizony úgy épültek, hogy nagyon komoly szintkülönbségek vannak. És ezek az emberek, akik ott élnek, őnekik komoly lejtő, emelkedő, tehát ezeket be kell járni. És egyébként az olaszok azért nagyon vallásosak, ugye katolikusak, és van, aki naponta elmegy a templomba. És az őt nem riasztja meg, hogy akkor az a templom fönt van a hegytetőn, ő felmegy oda. És ugye náluk is az étkezéssel kezdek most, ők az őseik receptjeit követik, ők egyáltalán nem esznek cukrot, ők is a sovány növényi alapú étrendet követik, de azért ők időnként fogyasztanak húst.
És az a húsfogyasztás, ez többnyire ünnepnapokon van, illetve vasárnap. Ők esznek teljes kiörlésű kenyeret, ami egyébként kovászos, tehát ezzel a tejsavas érleléssel jutnak hozzá, és így ez a szénhidrát felszívódás szempontjából is nagyon, nagyon előnyös. Nagyon sok babot esznek, ugye a bab az egy komoly fehérje forrás, a zöldségek mellett gyümölcsöket is fogyasztanak, és ugye a minestrone leves az náluk is működik, de egyébként ők csak olyan zöldségeket dolgoznak fel, amit ők maguk termeltek. És ezt a levest is csak abból a zöldségből készítik, ami náluk megterem a kertjükben. Ők fogyasztanak kecsketejet, és a kecsketejről azt is, vagyis hát a kecskéről azt is tudhatjuk, hogy a kecske olyan növényeket is meg tud enni, vagy lelegel, amik nagyon jó hatással vannak az emberi szervezetre is. És ők tulajdonképpen naponta fogyasztanak ebből. És eszik a pecorino sajtot, ami meg a juhok tejéből készül. És nagyon fontos szerepe van a családnak. Olaszországban egyébként is, ugye, a familia, az egy jó kiterjedt, nem csak a szűk kapcsolat, hanem az egy oldalági, meg fölle, mindenfelé mozgó dolog. És ők ebben a családi kötelékben élik meg a gondoskodást. Itt ugye nincsenek idős otthonok, és ezáltal kiszámítható a jövőképük. Ezt már amikor a demencia konferencia volt, akkor is mondtam, akik jelen voltak, azok hallották, hogy képzeljék el azt a nyugalmat és azt a biztonságot, hogy amikor még fiatalok vagyunk, és előre gondolunk, hogy mi lesz majd velünk időskorunkban, akkor tudjuk, hogy milyen házban fogunk élni, hogy kik fognak bennünket körülvenni, és ez így is lesz. És akkor az a szeretetteljes gondoskodás, az megadatik ezeknek az idős embereknek. Még akkor is, hogyha nincs saját gyermek. De ott a nagynénit, nagybácsit, mindenkit bevesznek ebbe. És ez természetes dolog. És ez ők nagyon rosszul éreznék magukat attól, hogy ez nem így lenne. Nem azért csinálják, mert akkor mit szólnak majd a szomszédok, hanem azért, mert tudják, hogy annak az idős embernek ez mennyire fontos. És hogy ők ezt odaadják, ezt az időt a saját életükből. És így ez a családi biztonság, ez támogatja a depresszió és a stresszmentes életet. Nagyon tisztelik az időseket, és a nagyszülők biztosítják számukra a szeretetet, a gyermekek körüli segítséget, mert ők abba is bevonják őket, elfogadják a bölcsességüket, és tisztelik is ezt. És a fiatalokra ez ugyanúgy jellemző. Az idősek reményt adnak, és biztosítják a tradíciók fennmaradását, így a gyermekek egészségesebbek lesznek, és jobban eligazodnak a világban. És azon túl, hogy ezek az emberek ott komoly szintkülönbségeket járnak be naponta többször, ugye azok a férfiak, akik Szardínián élnek, és ezek a 100 éves vagy annál idősebb emberek is, ugye jószerivel ott pásztorkodással foglalják le magukat, ezeken a hegyeken kecskéket, juhokat legeltetnek. És ők is, amikor kisétálnak ezekkel az állatokkal, hát bizony naponta több mint, tehát 8-10 kilométert megtesznek. És a férfiaknak azért az a plusz szerencséjük még megadatik, hogy ők azért még stresszmentesebben élnek, ők csak olyan környezetben vannak, ami természetes, és persze az is adhat aggodalomra okot, hogy elkóborolnak a kecskék, vagy leestek a nem tudom melyik szikláról, de az más jellegű dolog, mint otthon a nők, akik viszik a háztartást, akik foglalkoznak a betegekkel, vagy megszervezik a feladatokat. Itt azért a férfiak többen vannak, akik 100 év fölöttiek. És a világban egyedülálló az, és ez itt Szardínia szigetén van, hogy a férfiak-nők aránya 1-1. Tehát egy férfire egy nő jut. Japánban például azt nem mondtam, csak most említem meg, ott a nők többen vannak a 100 év fölöttiek, mint a férfiak. És ugye ez a sok séta, amit a férfiak megtesznek, ez nyilván kedvezően hat a szívműködésre, az érrendszerre, pozitív hatást gyakorol az izmokra, a csontokra, és az is tény, hogy azért ők napi 1-2 pohár vörös bort megisznak,
de kizárólag abból a szőlőből készül ez a bor, amit ott termelnek. És a, mint tudjuk, ilyen mennyiségű bornak érfaltisztító hatása van. De most ugye én is mosolygok, nem kellene, mert nyilván nem részegségig isznak, és valamit a boruk is tud, hogyha ők ilyen sokáig élnek. És akkor egy jó nevetés a barátokkal. Hát ők ezért képesek összejönni. Minden nap találkoznak a barátokkal. És mondjuk az is tény, hogy ezeknek a... Inkább a férfiak járnak el barátkozni, de ezeknek a szárt férfiaknak nagyon jellegzetes, kicsit olyan szarkasztikus humoruk van, de ők bírják. És az utcán összegyűlnek, nevetnek magukon, a másikon, és hát ugye tudjuk, a nevetés is csökkenti a stresszt. És akkor már is átszaladtunk a kaliforniai adventista közösségbe, és itt is jellemző az aktív élet, de ugye ők egy városban élnek, tehát ők azt a természetközeli állapotot nem tudják megtartani, amit idáig a Japánban is említettünk, vagy amit tapasztaltunk, vagy Szardinián. Ők úgymond mesterségesen mozognak, és mesterséges testmozgás mellett tartanak ki, de azt rendszeresen művelik. És napi több órát képesek játszani együtt. Tehát most azért mondtam a játékot, mert ezek valamilyen ütővel elkövetett labdajátékok, vagy bármilyen mozgást csinálnak, ezt ők is mindig együtt, csoportban, közösen végzik. És a közösség egyik tagja azt mondta, hogy a testmozgás és a közösség a hosszú élet titka. Köszönöm, hogy ez is elhangzott. Vagy megüzenjük a Loma Lindai hölgynek, hogy ezt mi is tudjuk. Ez Bicskén is egy kérdésre kapásból itt elmondják a résztvevők. És azt kell érezni, hogy fontos vagy, szükség van rád. És az egy komoly motiváció az életre. Fizikailag aktívnak kell maradni, és ők az önkéntességet igen preferálják. Ugye ők, vagyis hát ezt nem is ők mondják, de nyilván az önkéntes feladatvállalás az kimutathatóan jobb memóriát generál. A társadalmi kapcsolataik is jobbak, boldogabbak, és akik ellenszolgáltatás nélkül segítenek, tehát amikor nincs egy anyagi, vagy ilyen reciprocitás, hogy én adom a, nem tudom, a könyvet, te meg adod a tejet, tehát amikor nincs semmi anyagi érdek, akkor elindul egy olyan folyamat belül, az érzés, hogy jót cselekedtem, és ez az altruizmus egyébként, és akkor megérjük, meg tudjuk élni azt a belső jutalmat, hogy ez most jól esett. És az önkéntes feladatvállalás az mindig fizikai aktivitással jár. Most arra gondolunk, hogy ételt osztanak, azokat meg kell emelni, betenni valami gépjárműbe, amivel elszállítják, kiosztani, vagy bármilyen, most csak nem tudom miért az ételt mondtam, takarókat, bármit, ruhát, amit most itt be tudunk helyettesíteni. Tehát ha csak erre gondolunk, az is már egy fizikai aktivitás. Ők a táplálkozásra úgy helyeznek hangsúlyt, hogy náluk is a többség az nem eszik húst. És ugye növényi alapú étrendet követnek, náluk mindig nagyon könnyű a vacsora, és ők esznek ugye gyümölcsöket, zöldséget, hüvelyeseket, gabonafélét, olajos magvakat, és ők az olajos magvakat úgy eszik, mintha nassolnának. Tehát elég gyakran. De ezeket ne úgy képzeld, ami a markában elfér az illetőnek, annyit eszik meg. Ők alkoholt egyáltalán nem fogyasztanak, viszont nagyon sok vizet isznak. Napi 6-8 pohárral is. Náluk ugye a hit az evidencia, és ők ugye rendszeresen imádkoznak. És a nagy közösségükön belül még kialakítanak maguknak kisebb közösségeket, akivel mondjuk együtt sétálnak, vagy együtt énekelnek, vagy együtt zenélnek, és ők a pihenésre is hangsúlyt fektetnek. Tehát náluk az istentiszteletek azok szombaton vannak, és akkor ehhez igazítják a tennivalóikat. És akkor már is elmentünk Görögországba, Ikariára, ugye ez is egy sziget, egy kicsi sziget. Itt a mediterrán étrend, amit követnek.
abban ugye sok az olívaolaj, és mi meglepő, nagyon sok a zöldség. Ők ugye ortodox görög katolikus vallásúak, tehát eleve vannak böjtök, amit a vallás előír, úgyhogy ők ezt betartják. Tehát akkor teljesen ezt az étkezésükre vonatkoztatják, akkor ugye nem esznek, úgy böjtölnek. Ők nagyon sok gyógyteát isznak, és a gyógynövényeket is ott termelik maguk. És ezt a gyógyteát a saját mézükkel ízesítik. És ezt a mézet ők nem pasztörizálják, nem ők kezelik, ez a nyers méz. És nagyon fontos számukra a párkapcsolat. Itt valaki mondta a szerelmet, ott hátul, a szőkehölgy szemüvegben. Ők is meg tudják élni, és azért is igyekeznek ezeket a dolgokat így betartani, mert sok boldog évet akarnak együtt eltölteni. És ugye az sem ritka, hogy itt mondjuk két 80 éves ember találkozik, hát még mindig van 20 év, amit együtt tudnak tölteni. Ők is isznak bort, és ők is abból a szőlőből állítják elő, amit ott termelnek, és ez a szőlő, ez biztos, hogy nem érintkezik vegyszerrel. És egyébként az a bor, amit ők ott tárolnak, azok tradicionális módon, tehát régi amforákban, amiket a földbe ásnak le, ők ezt ott úgy termelni, vagy úgy készítik, ahogy az ősök csinálták. Nem kell azon változtatni, hát az bevált. Hát miért kéne azon valamit is vagy ügyködni? Hát az így jó, és akkor azt így lehet folytatni. Ők kifejezetten törekednek arra, hogy a hagyományőrző ünnepségeiket mindig meg tudják tartani, és mi meglepő, ők itt táncolnak, énekelnek, nagyon sokat nevetnek. És egyébként azt is ki kell emelni, hogy a tánc az egy olyan testmozgás, ami igen örömteli. Nem tudom, hogy önök szoktak-e. Nem csak itt szenior, igen, de mondjuk otthon, főzés közben, vagy takarítás közben, vagy... Ja. És akkor Amerika, Közép-Amerika, Costa Rica, Nicoya-félsziget, azt képzeljék el, hogy ez egy hihetetlen szegény vidék. Tehát itt a tudatos, vagy figyelünk arra, hogy vitaminbevitel, mert ezt felejtsük el, itt ilyen nincsen. És érdekes módon, ugye nekik is megvan az az életcéljuk, amitől tudják, hogy miért kelnek fel reggel, és miért indítják be a napot. És tudat, ez átsegíti őket a nehézségeken. És ők mindig elvégzik a munkájukat. És az is tény, képzeljék el, hogy nekik nincsenek gépeik. Tehát sem a házi munkában nem használnak semmit, sem pedig kint a kerti munkában. Az milyen komoly fizikai munka, hogy akkor a mosás, a gyúrás, a tésztavágás, bár mondjuk ők azért olyan sokfélét nem csinálnak, de a favágás, az hagyományos módon történik. És ők is így sokkal több testmozgást végeznek. Ami a napuk beindítását illeti, az igen korán történik. Tehát ők hajnalban kelnek, elkezdik a munkát, dolog van mindig, de a férfiak is imád rápattannak a lóhátra, és akkor kimennek, terelik a marhákat. És aztán délelőtt még, tehát ez belenyúlik a délelőttbe, de aztán ők délután már pihennek. Ők lassítanak. Ezt viszont tudatosan csinálják, mert ők szeretnének másra is időt. Hogy jusson, ami nekik fontos. Nem csak a munka, hanem egy kicsit a pihenés is. Ők az étkezésükben nagyon sok babot, tököt és kukoricát esznek. És nekik is mindig könnyű a vacsora. És az ő vízükben nagyon sok a kalcium. Tehát jó kemény a vízük. De ez a kalcium forrás, ez segít őket abban, hogy ott kevesebb a szívbetegség, és erősebbek a csontok. És így a szomjaktörés is ritkább. Náluk is a családnak nagyon nagy jelentősége van, egy nagyon komoly természetes támasz, és a 100 évesek mind a családjukkal élnek, nincsenek egyedül,
és a család segítik őket. Amiben ugyanúgy szerepet vállal az unoka is, mint a gyermek. És ők is napfürdőznek. Ha nem is így nevezik, de örömmel fogadják a napsütést. És a D-vitamint természetes úton juttatják be. Na most, ha összefoglaljuk, ugye elfogytak a kékzónák, de összefoglaljuk, akkor azért azt kimondhatjuk, hogy ugye mi a saját magunk teremtette világnak vagyunk az áldozatai. Ugye mi nagyon kényelmesen élünk, és túlzott ételbevitellel. Tehát ezt mondhatjuk el magunkkal, hogy sokkal többet eszünk, mint amennyit kellene. Most idézzünk fel mi egy családi összejövetelt. Ugye mikor vagyunk jó házigazdák, hogyha jó sok ételt teszünk az asztalra, kínáljuk a kedves vendéget, a kedves vendég eszik is, nem akar megsérteni bennünket, persze hát nagyon finomak azok, amik ott jelen vannak, és akkor mindenki úgy van ezzel, hogy hát idáig vagyok, már nem, hát már csak egy kicsit pihenni. Megérkezik a sütemény, és abból még lecsúszik legalább kettő. És igazából szükség van arra? Hanem hát látjuk, hogy ezek az emberek nem azért élnek így, mert fegyelmezettek, hanem mert így esik nekik jól. Szóval nekünk nem kellene törni a fejünket, és nem is kell törni a fejünket, hogy mi lenne a helyes, mert itt azért van egy olyan képlet, amiben saját magunkat is be tudjuk helyettesíteni. És ahogy látták, ez nem annyira helyszínspecifikus. Tehát ezeket a dolgokat valahogy mi is be tudnánk hívni. És akkor amit megtudtunk, és ami jellemző ezekre a helyszínekre, tehát ugye az, hogy ők nem edzőtermekben edzenek, és mégis nagyon sokat mozognak természetesen. Sétával érnek el távolságokat, a házi munkájuk is mozgáshoz kötött, kertészkednek, tésztát gyúrnak, fát vágnak, helyes szemléletmódot alkalmaznak a stressz kezeléséhez. Vannak, akik a kék zónákon belül vallási közösségek tagjai, ahol rendszeresen találkoznak, ahol ugye imádkoznak. Nem sietetnek ők semmit, pihenőket tartanak, és szórakoznak. És hogyha szórakoznak, nincs lelkismert furdalásuk. Az is az élet része, és ez mennyire jól tud esni. Van életcéljuk, tudják, miért kelnek fel reggelente, és ezért dolgoznak, és nagyon sokat tehetnek. Az étrend, ugye az étrendjük nagy része növényi alapú, a vab fontos fehérjeforrás, a magvaknak van jelentősége, a szénhidrát, a kenyér, az ugye kovászos kenyér, sok gyógynövényt alkalmaznak, ha bort isznak, akkor azt a hegyben termelt szőlőből teszik, ugye nem esznek jó lakásig, 80%-nál leállnak, és akkor így nem telítődnek föl, és az érdekes, hogy ők mindig úgy étkeznek, hogy családi körben, vagy valakikkel. És amikor esznek, akkor ők beszélgetnek. Ugye nálunk van ez a szerencsétlen mondás, hogy magyar ember evés közben nem beszél. Hát ha akkor nem beszél, akkor mikor beszélget? És evés közben, étkezés közben ezeken az összejöveteleken nagyon-nagyon jól esik beszélgetni. Eleve, hát azért azt leszögezhetjük, hogy az evés az egy fontos örömforrás. És azt még megspékeljük azzal, hogy a szeretteinkkel vagyunk együtt, akikkel eszmét cserélünk, és akkor előjönnek mókás dolgok, nevetünk is. Hát egyre figyeljünk, hogy ne nyeljünk félre, de az összes többi az így mind megfér az étkezéssel. A családi bástya, ugye a család az egy bástya, az egy védőháló. És az idős hozzátartozók otthon élnek, ugye nincsenek idős otthonok, a párkapcsolataiba energiát fektetnek, hogy nagyon sokáig élvezhessék a társ jelenlétét, figyelnek a gyerekeikre, és a gyerekeik is figyelnek rájuk. Különös figyelmet fordítanak társadalmi csoportokra, megfelelő baráti körhöz csatlakoznak, ami egy életre szól. Persze hát ugye ez nem nehéz, mert ők mind ott élnek, amit nem mozdulnak el, és akkor ezeket a kapcsolatokat ott őrzik életük végéig. És ugye támogatják egymást. És akkor mit gondolnak, bár azért én már elég sok sugaltam valamelyik választ, hogy létrehozható-e mesterségesen a kék zóna? Szerintem.
De most hagyjuk a mesterséges intelligenciát, a mestre agya a kék zónával foglalkozunk, hogy azok a dolgok, amik ott... Hát igen, akik le tudnak mondani a kényelmükről. Szóval én nekem most tiszta a lelkiismeretem, mert én átadtam a receptet, aztán hogy ezzel önök mit kezdenek, az majd a önökön múlik. És azt egyébként nem tudhatom, hogy motiválja-e valamelyiküket az, amit elhangzott, de azért talán érdemes vele egy picit foglalkozni. És akkor itt helyben mi Bicskén szintén szeretnénk egy kis élethosszabbító programot beindítani. És ez a Sétálj magadért akció, ami már kering, már az újságban is szerepelt, és akkor most lesz egy olyan alkalom, december 2-án, 10 órától, amikor szervezünk egy közös sétát. De igazából ez a Sétálj magadért akció, ez nem azért van, hogy akkor itt 20-an, 25-en, 30-an együtt sétáljunk, persze az is jó, de az kell, hogy ezt önök belsővé tegyék, hogy ráérezzenek arra, hogy mennyire jó sétálni. És ha ez kis csoportban működik, az mondjuk az még egy havatortán, tehát akkor már a társas érintkezést is be tudjuk ebbe vonni, nem csak a mozgást. De tulajdonképpen ennek az a célja, ennek a programnak, hogy elindítson valamit. És hogyha önökkel nem jön el az unokájuk, vagy a gyerekük, vagy a barátnőjük, akkor legközelebb mondják el neki, hogy ez nem annyira bonyolult, tehát itt ez nem egy teljesítménytúra. A sétálást ezt úgy kell művelni, hogy ez mindenkinek kellemes legyen. Nem kell megerőltetni magunkat. Nem kell azt tenni, hogy akkor most nem tudom hány kört, vagy hány lépés. Ugye vannak ezek a lépésszámláló órák, telefonok, bármik. Nem az a lényeg, hogy meglegyen a 10 000 lépés, hanem az a lényeg, hogy ha eddig autóval mentek bevásárolni, vagy a gyerekükhöz, ami településen belül van, akkor most szálljanak ki az autóval is, akkor sétáljanak el. Kis lépésekkel kezdjük. De kezdjük el. És erre a programra majd előzetesen regisztrálni kell, azt majd tájékoztatjuk önöket, hogy hogyan fog történni. Lehet, hogy itt a művelődési házban, mert egy kis ajándékkal készülünk, és tudni kell, hogy ebből 200-at, 1000-et, vagy 50-et készítsünk. És tehát nem lesz egy olyan bonyolult dolog, a polgármester hivataltól fog indulni ez a séta, lemegyünk a Szent István útig, úgy, hogy a iskola mellett be tudjunk menni, végig haladjunk a rendőrség, tehát ott jövünk ki a rendőrség mellett, rákanyarodunk a futópályára, ott meg tudják kóstolni azt, hogy mennyire finom annak a szerkezete, milyen jó azon sétálni, azon megyünk egy kört, vagy két kört, ugye 1 kilométer egy kör, de mondom, nem teljesítménytúra. És a sétához egyedül egy dolog kell, egy kényelmes cipő, ami nem töri fel a lábukat, az összes többi az adott. És akkor egy picit meg kell említenem a saját példámat is. Ugye rólam, vagyis hát ez már így végérvényesen tavaly augusztusban lebuktam a magas vérnyomásommal az üzemorvosi vizsgálaton, tehát ott már nem tudtam tovább mismásolni, kiderült, hogy sosem szedem a gyógyszert, és hát a vérnyomás azért az olyan szintű volt, hogy hát engem is meglepett. Persze utána rögtön tudtam, hogy mit kell csinálni, elkezdtem a sétát, én egy életmódváltásba kezdtem, és hát annak volt egy ilyen plusz hozadéka, hogy 23 kilót lefogytam. És hát ebben egy kellemetlenség van, hogy a teljes ruhatáramat le kellett cserélni. Hát, szóval az is nagyon rossz, amikor már kifogyok a ruháimból, főleg a kedvencekből. De most itt tartok ahol, tehát én több mint egy évig fogytam ezt a 23 kilót, gyakorlatilag havonta mondjuk 2-t másfelet, és
megváltoztattam az étkezésemet, tehát én is átálltam a inkább növényi alapú étrendre, tehát én húst nem nagyon fogyasztok, májat nagyon ritkán meg halat, azt időnként szoktam, és néha megkívánom a sajtot, akkor azt eszem, és bevallom, ez a pecorino sajt, ez a szardéniai, ez igen finom, hát abból is, ahhoz is sikerült hozzájutnom. Szóval én azt nem tudom, hogy hosszú életű leszek-e, az még egyáltalán nincs itt sehol sem rögzítve, de azt tudom, hogy én sokkal jobban érzem magam most a bőrömben. És képzeljék el, hogyha az történik, hogy nekem föl kell mennem a, mondjuk a második emeletre a polgármester hivatalban, ott lehet kiírni a szabadságot, vagy kiirattatni, fölérek, kinyitom az ajtót, és meg tudok szólalni. Máskor az volt, hogy körülnéztem, hogy hol van egy újraélesztő szett, mert hát ez borzasztó volt. És sokkal könnyedebben zajlik az életem most. Úgyhogy, hölgyek, urak, lehet. Ha gondolják, akkor, ha nem is most, de talán a séta alkalmával is lehetőség lesz arra, hogy kérdezzem meg, bátran állok a rendelkezésükre. Azt nem mondom, hogy kövessék a példámat, de azt mondom, hogy ezt lehet működtetni. Csak elhatározás kérdése. Köszönöm szépen a figyelmüket!